rendkívül nagy tapasztalattal, és egyébként ezzel emellett dinamizmussal és kreativitással is dolgoznak tovább. Saját tapasztalatait osztotta meg ma délelőtt Gál József, a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, azokról az idős emberekről, akik nyugdíjba vonulások után is erősítik a munkaerőpiacot. A ma délelőtt megrendezett szakmai fórumsorozat Kecskeméti állomásán a nyugdíjas foglalkoztatás előnyeiről és lehetőségeiről beszéltek az előadók. Dolgos Attila, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek alelnöke elmondta, elsődleges céljuk, hogy a kis- és középvállalkozásokat, esetlegesen a multinacionális cégeket, akik érdeklődnek a nyugdíjas foglalkoztatással kapcsolatosan, informálják arról, hogy jelenleg Magyarországon 2020-ban milyen lehetőségek állnak a rendelkezésükre. Azt kell tudni a nyugdíjas szövetkezeti lehetőségre, hogy ez egy rugalmas, atipikus foglalkoztatási forma, amiben a nyugdíjasok úgy tudnak munkát vállalni, hogy ráérésüknek megfelelően heti 3-4 napot, vagy akár napi munkaidőt is osztottan 4-6 vagy 8 órában tudják elvégezni, így jól a saját napi rendjükhöz igazítható már a munkavégzés. A 2,5 éve létrejött közérdekű nyugdíjas szövetkezetek mindezek mellett lehetőséget nyújtanak a generációk közötti tudás, szakmai ismeret és élettapasztalat átadására, valamint a helyi közösségek és a szociális integráció erősítésére is. Az eseményen dr. Baklára bemutatta azokat a szabályokat, ahogy ma Magyarországon a nyugdíjasok a magánszférában foglalkoztathatók. Szó volt a munkajogviszony szabályairól, a munkaszerződésről, a közészben lévő tagsági jogviszonyról, valamint a megbízásos és vállalkozási szerződésről is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a három jogviszony vagy a több jogviszony között különbséget tudjunk tenni, és az a tapasztalatunk, hogy leginkább a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszony az, ami még egy kicsit ismeretlen, és amiről mindenképpen tájékoztatást kell nyújtani, akár a vállalkozói szféra, akár a nyugdíjasok részére. A közérdekű nyugdíjas szövetkezeteknek jelenleg már 17 tagja van. Gál József szerint a munkaerő hiányos időkben nagyon jó megoldás lehet az idősebbek ezen rétegének foglalkoztatása a cégek számára, hiszen a szépkorúak a nyugdíjas korba vonulásuk után is nagyon hasznos tagjai lehetnek egy munkahelyi kollektívának.